A Bajonét Herceg Szántó Élt egyszer nem is oly rég Herceg Szántón egy sokácember, kinek nevét horvátul úgy mondták Barissa Blazetin, magyarul meg úgy, hogy Blazetin Bertalan. No. Hát ez a Berci bácsi, aki 1901-ben született, tehát 1966-ban, amikor hírek élt a néprajz kutatók között, már kicsinkét sem volt ma mai gyerek, arról volt ismeretes, hogy ha hallgatósága akadt, akkor akár naphosszat mesélte csavaros élete csudás kalandjait. Kedves helye neki persze a kocsma volt, de nem azért, mert annyira szeretett volna itt dogálni, inkább azért, mert ott mindig akadt néhány kíváncsi fül, melyek meghallgatták őt. Arról meséljen most Berci bácsi, hogy mi történt magával, amikor messze földön katonáskodott. Kérlelte ilyenkor valamelyik fiatalabb legény, akinek a szíve titkon más tájakra, színesebb életre vágyott, mint ami neki jutott. Mindkét nagy háborút átéltem, mondta erre az öreg. Melyiket akarjátok? Az elsőt, Szavazta meg egyhangulag a kocsma közönség, tudván, mivel az a világ égés volt régebben, így kisebb az esély arra, hogy a vénember véletlenül olyat mesél, amitán csípné az egyetlen terített asztalnál üldögélő pártitkár szemét. Jól van, legyen, biccentett Berci bácsi. Akkor hát azt hallgassátok meg, miként volt az, amikor két bajtársammal egyetemben eluntuk a puskaropoktatást, és úgy döntöttünk, megszökünk. Akkoriban épp az olasz határ mentén szolgáltunk, közel a tengerhez, ezért sötét éjjel lelopakodtunk a partra, elkötöttünk egy csolnakot, aztán húz bele! Által akartunk evickélni a horvát testvérekhez. Lapátoltunk egész éjjel, ahogy csak bírtunk, de a háborúskodás miatt sehol nem gyújtottak fényeket a parton, nehogy oda durrancson az ellen. Emiatt mi sem láttunk semmit. Volt velünk egy szerb gyerek, nagy darab ember. Ő húzta az evezőt a bal oldalon, mellette meg egy szúnyogforma, vékonyka cseh kapilgálta a vizet. Hát, Ken, mit csinált? Ami a hozzám leginkább illő vezényeltem a ritmust, kacsintott Berci bácsi. De, hogy szavamat ne felejtjem, egészen reggeli csónakáztunk a tengeren, mikor végre a szemünk partot fogott. Mivel éjjel igen elfáradtunk és se vizet, se elemóziát nem vittünk magunkkal a szökésbe, nem is néztük hova, csak nagy sietve partra szálltunk. Hát, ahogy a szárazra lépünk, egy tiszt kiált ránk. Maguk meg fenében jártak emberek. Mindegy is, most az egyszer szemet hunyok, de csak akkor, ha már is a körletükbe mennek. Szóval ugyanoda tértek vissza, ahonnét elindultak, kacagta a legény. Ugyanoda bizony, Hála annak a bivajerős szervnek, aki olyan erővel húzotta maga oldalán, hogy a szúnyogni cse, azzal nem bírhatott versenyezni. Csóválta a fejét Berci bácsi, mint aki még mindig ezen bosszankodik. Így történt, hogy a tengeren bolyongva végül egy egész kört írtunk le, és hajnalban éppen annál a vastagfalú bástya toronynál kötöttünk ki, amelyiknek az őrzését addig is elláttuk akkor hát mégsem a puskaropoktatás elől akartak szökni. Vonta össze busa szemöldökét gyanakodva a kocsmáros. Tornyot őrizni tán csak nem olyan veszedelmes, mint a lövészárokban kúszni, mászni és várni a nekünk címzett gránátot golyót. Nem-e? Csapott tenyerével az asztalra Berci bácsi, hogy csak úgy dörrent. Akkor ezt hallgassátok meg kutyafülőek. A puskaporos toronynál, amire vigyáztunk, összesen húsz katona és két tiszt adta a szolgálatot. Legalábbis addig, amíg az éjszakai őrségbe állított emberünk egyszer csak eltűnt. A puskáját megtaláltuk, a katonát viszont sehol. Megszökött! kiáltott közbe valaki. És ügyesebben csinálta, mint keddek. A tisztjeink is így gondolták, mondta Berci bácsi. Ezért a következő éjjel a legmegbízhatóbb katonát tették ki a tengerpartra, ahol leföl kellett járnia. – Kitalálom! – kurjantotta a legény, úgy lendítve kezét a magasba, mintha még mindig az iskolapadba ülne. – Az a katona is eltűnt! – Mint aranygyűrű a szarkák lagziában – bólintott Berci bácsi. – És nem ő volt az utolsó mivel a következő hetekben még nyolc katona vált forrá, akiknek nyomában vagy a nagy semmi, vagy csupán a puska, egy fél pár csizma, egyikükből pedig csak a kipöccent aranyfoga maradt hátra. Hirtelen fogyatkozásunkat a tisztek sem vették félvárról, hiszen akár szögdösés, akár az ellenség ármánykodása tizedelt is minket, a monarchia szép hadrendjét az ő kötelességük volt egyben tartani. Ki is adták mindjárt a parancsot, hogy én, mint Cuxfirer, vagyis szakaszvezető vegyem át a helyüket, és őriztessem tovább a tengerparti tornyot, mert nekik most sürgősen a főhadiszállásra kell menniük, hogy ott az eltűnések ügyében jelentést tegyenek. Így van ez mindig, bármilyen szint ölt is a világ, Hőbörgött a kocsma füstös, sötét sarkában valaki. A pörköltet az urak kanalazzák, de a trágyát mi villázzuk. A kocsma közönség hallgatott. Egyedül a terített asztalnál ülő pártitkár mordult csendesen. Ám mielőtt szólhatott volna, Berci bácsi nagy lendülettel folytatta a mesét. A tisztek elmentek. Így estére már nekem kellett kiválasztanom azt a bajtársat, akit a tengerparti őrségbe küldök. Na mehet a bivaj természetű szerb, gondoltam, mert őtán meg tudná védeni magát. De szalajthatom a szúnyogalkatú csehet is, aki oly kicsi, hogy a katona rabló tán észre sem veszi. Végül aztán kiálltam az embereim elé, és annyit mondtam, ma én megyek őrségbe. Azzal vállamra dobtam a puskám, Fejembe csaptam a csákom, és miként a nap ereszkedett le a hegyek mögé, én is úgy mentem le a tengerpartra, ahol a torony állott. Nem félt, Berci bátyám, szörnyűködött a legény. Már hogy a rossz ne féltem volna. A bennem csordogáló sokácvér épp annyira dermedezett, mint a magyar. Szóval megadtam a módját, és úgy vacoktattam a fogamat, mintha nem is a rekkenő nyár, de a tél hidegevet volna körül. A félelem azonban, és ezt jól jegyezzétek meg, igen hasznos felszerelése a katonának, mert oly teszi őt, mint rókabűz a mezei nyulat. Én magam a sötétségben leföljárva minden ezt jól hallottam, minden árnyat kifigyeltem, és a szellőt, ami felém fújt, két orlikammal alapost megszimatoltam. Legfőbb támaszomnak azonban mégis a puskámat tartottam, ami a vállamat húzva azt üzente, ne félj, kicsi gazdám, mert ha jön az ellen, én majd kegyetlenül belédurrantok. Azt mondja el Berci bátyám, hogy maga is oda veszette azon az éjszakán, vagy végül sikerült hazatérnie, heveskedett a legény. Na Maj, majd erről is szót kerítek, ígérte az öreg. Elébb azonban arról beszélek, miként vártam a végzetemet mert hisz tehettem volna, hogy megbúvok valahol, hát ha kilesem a katonarablót, ám ezt az osztrák-magyar monarchia vitézéhez mégsem tartottam méltónak. Így hát bármennyire reszketett is az inam. Végül peckesen kihúztam magamat, és felvetett állal, keményen, oda csapva csizmám talpát, róttam köreigmet a torony mellett. A templom már az éjfélt is elütötte, amikor látom ám, hogy a sűrű vízparti nádasból, de hiszen a tengerpartján nincsen is nádas, nyikkant meglepetten a korcsmáros. Maga csak tudja, jött indulatba az öreg, hisz a sörös rekeszeken túlra még egyszer sem nézett, nem úgy, mint én, aki már a fél világot bejártam. Jól van, no, vonogatta vállát a korcsmáros, akire a hallgatóság is rápiszegett. Én ezt a televízióban láttam, de biztos rosszul mutatták. – Mitől mozgott a nádas? – sürgette a legény Berci bácsit. – Attól, hogy jött belőle kifelé valami – mondta az öreg sejtelmes hangon, s két kezével úgy tett, mintha ő maga választaná szét a sűrű növényzetet. – Mindjárt láttam, hogy írdatlan nagy, a két szeme pedig úgy parázlik, mint az izzó szén Egyenest felém tartott, pikkelyes testét négy vaskos lábán vonszolva, mögötte pedig a farka, bár a böhöm teste már egészen kin volt a parton, még mindig a tengert kavarta. – Miféle szörnyeteg az ilyen! – kiáltott valaki. – Úgy hívják krokodilus, felelte Berci bácsi az ette meg az én kedves bajtársaimat, minden éjszaka, egyet-egyet, és egyet, akkor éjjel épp rám fájt a foga. Én hátrálni kezdtem, közben lekaptam vállamról a puskát, majd a két szeme közé célozva elpukkantottam a fegyvert. A golób is pont ott találta telibe, ahová küldtem, ám a krokodílus feje még a kőnél is keményebb, így az ollom ártalmatlanul pattant le róla mivel újra tölteni nem maradt időm, ám megadni sem szándékoztam magam, ezért eldobtam a puskát, de előkaptam a bajonétomat. A szörnyeteg közben egyre jött utánam, ám én tudtam, hogy az eféle krokodílusok csak egyenest előre haladva fürgék, ám ha Z alakban futkorászik előttük az ember, hol ide, hol oda, akkor nehezebben érik utol, mert a merev nyakuk miatt csak kínlódva váltanak irányt tán el is futhattam volna előle, de a sötétben rossz felé mentem. Végül a fenevad sarokba szorított, rám tátva óriási pofáját. Csak hogy nékem erre is volt egy haditervem. Amikor a krokodilus kitátotta a száját, én átbukfenceztem a nyelvein, vigyázva nehogy a zubbonyom beakadjon a fogaiba, majd oldalt kihengeredvén visszanyúltam, és a bajonéttal felpeckeltem a dök pofáját. A kocsmában lelkes éjjenzés, taps és áldomásivás köszöntötte Berci bácsi megmenekülésének hírét, amit az öreg szerény pislogással vett tudomásul. Jó, jó, de mi történt a szörnyeteggel? kérdezte a legény. Ő kelme vergődött még egy darabig, akkorákat csapva farkával a lőportorony oldalára, hogy attól féltem már-már lerontja az egész miskulanciát de az én acéltüskémtől megszabadulni így sem tudott. Végül aztán felpeckelt pofával a vérét csorgatva kúszott vissza a tengerbe, ahonnét két héttel később a talján halászok emelték ki. Persze már holtan, hisz a száját azóta se tudta becsukni. Az egyik szemfüles hálóvető meglátta a bajonét nyelébe ütött nevemet, és mivel tudta, hogy a mi dicső osztrák-magyar haderünkben igen komolyan veszik a kincstári leltárt, hát megkeresett, hogy jó pénzért eladja nekem azt, ami különben is az enyém. És maga fizetett neki, Berci bácsi? Fizettem hát, de nem a bajonétért, csak is a szállításért. Hiszen aki szántóföldjén termett, az lehet nagyotmondó, szavú, Stán még kicsit füllentős természetű is, de annyi bizonyos, hogy nem ejtették a feje lágyára.